Tisztelettel üdvözlök mindenkit! Egy kis rövid sorozatot szándékozok indítani a Forexnak az alapjairól. Főleg a kezdőknek, ugye? Tehát akik az alapfogalmakat sem értik. A mai első ilyen sessionben nézzük át egy pár fogalmat. Hát először is, mi az a Forex? Ugye ez egy mozaik szó, ami a Foreign Exchange-ből van összeállítva, ami nagyon szabad fordításban azt jelenti, hogy pénzváltás, tehát hogy idegen pénzváltás gyakorlatilag. Na most majd mi is ismerjük, ugye otthon Pesten is, meg mindenhol máshol vannak ezek a pénzváltó üzletek, ugye, és már ott is lehet látni, hogy két ár van általában megadva, ugye van egy eladási ár, meg egy vételi ár, mert nyilvánvaló az illető, az keresni akar a tranzakciókon, igaz? Hát ugyanezt csináljuk mi is tulajdonképpen. Halál pontosan ugyanez, csak nagyobb nagyságrendben. Mert nézzük meg, tegyük fel, hogy most ez a helyzet, hogy 330 az eladás és vételi ár, az pedig 340 forint lenne egy eurónál. Akkor fogok 340 ezer forintot, bemegyek a pénzváltóba, beváltom és kapok érte szépen 1000 eurót. Most azon üldögélek egy darabig, ugye abban a reményben, hogy majd fölmegy az eurónak az ára. Most ugye a korona alatt volt egy nagy ugrás, de azért meglehetősen ritka az, hogy ilyen nagyot mozduljon egyszerre, ugye az árfolyam. Mindegy, tegyük fel, hogy ez a szituáció, hogy kiültem azt és kivártam, amíg fölment, addigra, hogy 360 és 370 az ár. Akkor én fogom szépen az 1000 eurómat, és visszamegyek a pénzváltóba, és beváltam, kapok érte 360 ezer forintot, és nyertem 20 ezer forintot. Na most már itt látszik, ugye, hogy a dolog nem olyan vonzó, mint üzleti lehetőség, ugye? Mert tulajdonképpen elég nagy tőke kell ahhoz, hogy hát 360-340 ezer forintot kell megmozgassak azért, hogy 20 ezer forintot kapjak. Egyrészt, másrészt ki tudja, meddig kell ülni azon a pénzen, mire vissza tudom váltani, igaz? Tehát nyilvánvalóan valami olyasmi kellene, hogy sokkal nagyobb pénzzel lehessen megcsinálni ugyanezt a tranzakciót, ugye, mondjuk a tízszeresével vagy a százszorosával, mert hogyha már 200 ezeret nyerek, vagy egy 2 milliót, az már akkor az már valami, igaz? A másik pedig az, ez a bizonyos tempó, ugye? Na most a árak általában ugye sok tízezes jegyig vannak jegyezve, és mi azokat a mozgásokat fogjuk majd kihasználni. Mert ha na csak egy picikét megy föl, most ugye nem ment föl annyit az árfolyam, hanem mondjuk csak 11 forintot, akkor fogom az 1000 eurómat visszaviszem, és akkor abban a pillanatban csak 1000 forintot kerestem. Ami hát szóval nem nagyon éri meg, ugye? Én tudom, hogy van, akinek ez sok pénz, 1000 forint is, de ugye ekkora összegeket megmozgatni azért, hogy 1000 forintot kapjon az ember, egyszerűen nem érdemes. Mielőtt itt tovább mennénk, akkor nézzük meg a Forexnek az értékeit, helyesebben a kifejezésének az értékeit. Ugye régen a bankok egymás között kereskedtek, amikor még nem volt lehetséges, hogy az egyszerű ember is hozzáférjen a pénzügyi piachoz, akkor a bankok egymás közötti kereskedelmében 100 ezer dollár volt a legkisebb összeg, amit megmozdítottak, tehát eladtak vagy vettek, és azt ők egy lopnak hívták, és ez az elnevezés az megmaradt aztán ezekben az időkben is, még ma is ugye ezt használjuk nyilván. Tudnunk kell viszont mindenképpen, ugye, hogy amikor egy lotról beszélünk, tehát én megnyitok egy trédet, mondjuk egy long trédet, egy lottal, egy euró-dollár trédet például, akkor én 100 ezer eurót vásároltam dollárért. Ugye mindig az első tag, amit veszünk, és a második kért, azzal fizetjük ki. Értelemszerűen 0,1 ezer dollárnak felel meg, ha ugye dollárról beszélünk, és a 0,01 az pedig ezernek felel meg. No, ugye azt mondtam, hogy ezt az egész üzletet csak akkor érdemes csinálni, hogyha nagyba csinálja az ember, sok pénzzel. Viszont nem mindenkinek van otthon a fiókban ugye több százezer dollárja vagy eurója, úgyhogy rá vagyunk kényszerítve erre a bizonyos útra, tehát kölcsön kell, hogy kérjünk. És így lett aztán kitalálva az az egész forex dolog, hogy a kis ember, mi, tehát a lakosság is részt tud venni benne.
Abban a pillanatban, amikor ott a bal oldalon az úriember megnyitott egy lottal egy trédet, ugye, azt mondtam, akkor neki szüksége van 100 000 dollárra. A broker, ugye, nem, neki sincs annyi, mert hát a brokernek van esetleg több ezer ügyfele, tehát nem tudja mindegyiket kiszolgálni, annyi pénze nincsen, ezért jön be a játékba az úgynevezett liquidity provider, ez általában bank. Az egyszerűség kedvéért beszéljünk a bankokról, oké? Tehát a broker ebben a pillanatban kér a banktól 100 000 dollár kölcsönt, azért, hogy én meg tudjam nyitni a trédemet. És ő rátesz persze, ugye ebben az esetben mondjuk 2 pipet, az azt jelenti, hogy akkor abban a pillanatban én 100 000 dollárral tartozom a társaságnak, igaz? Na most, mi történik akkor, mi történne akkor, hogyha azonnal bezárnám a dolgot? Ugye a legfontosabb dolog az, hogy a 100 000 dollár visszakerüljön a bankba. Tehát ez a legfontosabb dolog, ugye, mert különben az egész dolognak semmi értelme, mert különben a bank nem adna nyilván, hogyha időnként nem tudna visszakerülni ez a bizonyos 100 000 dollár, vagy több 100 000 dollár, ugye, amit ő kölcsön adott. Tehát ennek meg kell, ez az első, ami megtörténik. Utána jön az, ugye, hogy én ugye vesztettem 20 dollárt azon a bizonyos költségen, a spreaden, ami nagyjából így oszlik el, hogy mondjuk 12 dollár jut belőle a brokernek, és a bank azt kap érte egy 8 dollárt. Ez úgy változik természetesen, az arányok azok körülbelül stimmelnek csak. Nézzük meg, mi történik akkor, hogyha a traderünk csinál 102 pipet nyereségben. Ahogy mondtam, az első dolog az, hogy a 100 000 visszakerüljön a helyére. Mi nyertünk 100 dollárt, remek, és akkor kifizettük ugyanúgy természetesen a spreadet, ugye, amiből aztán a broker és a bank is részesedik. Szép és jó, ugye itt merül fel először az ötlet az emberben, legalábbis aki egyszerűbben gondolkodik, hát hogyha mindig kölcsönadnak pénzt, akkor minek nekem saját tőke, igaz? Hát a következő miatt. Mi van akkor, ha veszitek? Ha én veszek 100 dollárt, én nem tudnám visszaadni a brokernak azt a bizonyos 100 000-et, amit virtuálisan, csak dróton nyilván, de megkaptam tőle, mint kölcsönt, és ő nem tudnák továbbadni a banknak. Most, hiába merülnek fel a költségek, ugye, egész egyszerűen, ha nem lehet visszafizetni, a broker nem tudja visszafizetni a banknak, az nem fordulhat elő. Azért fordult elő például a svájci történet esetén, ugye, hogy átmentek mínuszba a dolgok, és a broker nem tudta kifizetni a bankokat. Úgyhogy némelyik broker akkor csődbe ment. Tehát ez nem fordulhat elő, és éppen ezért kellene, hogy nekünk legyen saját tőkénk, ugye, valamennyi, amiből azt a veszteséget, ha felmerül, akkor ki tudjuk fizetni. Azért, hogy, mint mondtam, hogy az alapkölcsönnek mindig vissza kell kerülni a helyére. És akkor itt jön be a képbe, a leverage, vagy tőke áttétnek nevezik, ugye talán emlékeztek még a fizika óráról, az erőerőkarról, ugye, nyilván arról van szó, hogy sokkal nagyobb tömeget lehet megmozdítani ezzel a módszerrel, igaz? Tehát ezt azért hasonlították ehhez a leverage-et, vagy tőke áttétet. Általában régen az, ez 1 a 100-hoz volt a tőke áttét. Volt több is. Tehát egy a 400, egy az 500, ami már 1 az 1000-et is, úgyhogy mindegy. Vegyük most a például egyszerűség kedvéért egy 1 a 100-as tőke áttétet. Az mit jelent? Az azt jelenti, hogy a broker egy bizonyos fedezet igénnyel lép föl, tehát az be akarja biztosítani, ahogy mondtam, hogy az a 100 000 az visszakerüljön a helyére, mármint a bankba, igaz? Tehát be akarja ezt biztosítani, és ebben azért, hogy ne fordulhasson elő az, hogy én átmegyek nullába, azért az én számlámból ő leblokkolja annak, most maradjuk az egy lopnál, az egy lopnak az 1%-át. Tegyük el, hogy van egy 10 000 dolláros számlám, megnyitottam egy lottal a trédet, abban a pillanatban 1 000 dollár az egyből, mint margin, letevődik, illetve le lesz blokkolva, az már nem áll rendelkezésemre további trédekre, hanem már csak 9 000 dollár pár rendelkezésemre. Ugye így biztosítja be a broker azt, hogy az ember ugye veszít, akkor a végén aztán ki tudja fizetni.
ugyanúgy visszakerül minden a helyére, és minden rendben van. Na most, jöttek ezek az ESMA rendelkezések. Levitték a margint 1:20-hoz, vagy 1:30-hoz. Ez így nem is tűnik első látásra olyan nagyon nagy duranásnak, mármint hogy olyan nagyon nagy korlátozásnak, de gondoljuk csak végig. Ugyanezt a szituációt, mi történik, hogyha 1:30 feltét? Ugye azt mondtam, van 10 000 dollárom, a 100 000 dollárnak a 30. része az már 3333 dollár. Magyarul maradt nekem még 6667 dollárom a további trédekre. Így még akkor szépen vissza tud kerülni minden a helyére, minden rendben van. De mint látjuk, már azért jóval lecsökkent a játékterem, hogy úgy mondjam, mert jóval kevesebb pénz áll rendelkezésemre a további trédekre. Igaz? Tehát, hogyha egy lotnál 3333 lenne a margin, akkor egy 1000 dolláros számlán, ugye, 1:30-as tőkeáttétet nem is lehetne megcsinálni, mert eleve a margin az 3333, és nekem csak 1000 dollárom van. Tehát ez egyszerűen nem megy. Ezzel érték el azt, hogy a úgynevezett kis tréderek ne tudjanak túl nagy lotokkal trédeket nyitni, mert sajnos nagyon sokan ezt ilyen hazárdjátéknak vették, és tulajdonképpen ezeket az embereket saját maguk ellen védi ez a rendelkezés, hogyha úgy mondjuk, igaz? Na most, hogyha ő 0,1 lottal nyit ugyanez az illető egy trédet, akkor ugye 333 dollár az, ami leblokkolódik, és akkor még van neki 666 dollárja, és akkor még úgy trédelgethet, de azért nézzük meg, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy még egy 0,1-es trédet meg tud nyitni, a következőt már nem. Mert akkor már nem lesz elég a pénz. Mert ugye a másik két tréd az közben put, tehát előfordulhat, hogy negatívumban van. Mondom, még egyet meg tud nyitni talán 0,1-tel. Nézzük meg, mi van akkor, hogyha 5000 dollárunk van. 1:30-al, ugyanez a szituáció, ugye 0,1-en nyitom meg a trédemet, akkor kapok 10 000 dollárt ugye kölcsönbe, annak a 30. része az 333, és akkor van még 4666 dollárom, tehát ott még van levegőm trédelni. Magyarul tulajdonképpen egy 5000 dolláros számla, azon már elég jól lehet trédelgetni, de nem ám egy lottal, mert egy lottal már ott is meleg a szituáció, igaz? Egy lottal egyetlen trédet lehetne megnyitni, és a következőt már nem. Ezeket foglaltam volna így össze, hogy lássuk ugye azt, hogy mit jelent az, hogy margin, ugye? Az gyakorlatilag az a bizonyos fedezett igény, hogy ne fordulhasson elő, hogy nem kerül vissza a helyére a pénz, mert az az alapja az egésznek tulajdonképpen, igaz? És így van kitalálva az, hogy mi viszonylag kis tőkével mégis nagyobb, sokkal nagyobb pénzekkel tudunk trédelni, és miután nem is kell sokat várnunk, mert ugye ekkora összegeknél már a negyedik, ötödik, tízezes jegynek a mozgása is tud generálni nyereséget vagy veszteséget. Tehát gyakorlatilag a Forex piac nagyjából így működik. Köszönöm szépen a figyelmünket, és akkor folytatni fogom ezt a kis sorozatot. Viszontlátásra!